A népdal a nép lelkéből fakad. Kislány a zongoránál, fehérebb az orgonánál. Jaj, de szépen játszotta a lisztrapszódiát. Kós János táncdal énekes, az igazak álmát alussza. Ám rajongói ma is hallgatják lemezeit. De jó lenne letűnt idők nagyjainak hangját is hallani. Széchenyit, amint a Magyar Tudományos Akadémia megnyitóján szónokol, Petőfi vérpesdítő szavait a nemzeti dal előadása közben, Gróf Aponyi Albert trianomban elhangzott szózatát. A szó elszállt, de az írás szerencsénkre megmaradt. Történelmünk nagyjai hangjukkal együtt sírba szálltak. Száz évvel ezelőtt, ha valaki otthon muzsikát óhajtott hallgatni, a zongora vagy más hangszer állt rendelkezésére. Az arisztokrata család majdhogy nem íratlan szabálynak tartotta a zenei műveltség ápolását. Az idézett műdal is ezt a világot idézi. A kislány, olykor a ház úrnője, zongorához ült, és a vendéget a klasszikusok egy-egy darabjával szórakoztatta. Muzsika nélkül is lehet élni, állítják egyesek, amire a zenekedvelő válasza, a sivatagon is, és a virágos réten át is útvezet. vezet. Miért ne válassza a vándor az utóbbit? Ezen az úton a látvány feletteti a haladást akadályozó göröngyöket és fáradtságot. Semmi nem hatol oly mélyen a lélekbe, mint a muzsika, a ritmus, a dallam. Senki nem képes meghatározni a zene lényegét. Beszélünk róla, hallgatjuk, csodáljuk, de csak hatásait tudjuk körülírni. A mélyből magasba emel, enyhíti fájdalmunkat, eloszlatja félelmünket visszaadja kedélyünket, finomítja ízlésünket. A szavak egy fogalmat körül határolnak. A muzsika szétfeszíti a szavak korlátait, amire már a görög bölcs is rájött. Egy festmény, egy vers szavak nélkül. Egy vers, egy festmény szavakban. A zene Mindkettő. Pythagorász. Változott a világ. A rádió és a lemezjátszó házhoz szállítja a zenét. Manapság, ha kedvünk tartja, akár napi 24 órán át zenét hallgathatunk. A fülhallgatóval ellátott zsebméretű készülék szólhat evés, tanulás, buszozás közben. A zenekedvelő valóságos hangburával veheti magát körül. A klasszikus zene mesterei, ha feltámadnának, és a szinte már számon sem tartható zenei irányzatok muzsikájába belehallgatnának, elképednének. Bábeli nyelvzavarra emlékeztető hangzavart tapasztalnának. Nem lenne más választásuk, mint napjaink ízléséhez igazodni. A magyar társadalom túlnyomó többsége még nem elég magyar, már nem elég naív, és még nem művelt ahhoz, hogy ezek a népdalok közelebb férkőzzenek a szívekhez. Bartók és kodály írták ezeket a nem éppen hízelgő szavakat a múlt század elején, első közös kiadványuk, előszavában. Az idézett mondat sorrendjét akár meg is fordíthatjuk. Nem eléggé művelt és nem eléggé magyar társadalmunk. Mert a magyarsághoz műveltség is kell. Anélkül csak magyarkodni lehet. Ázsia méhében fogantattunk. Génjeinkben nyelvünkben hordozzuk az őshaza jellegzetes vonásait. A magyarság és európaiság eszméje lebegett Bartók és Kodály előtt, amikor népdal gyűjtő útra indultak. Szinte érthetetlen, hogy éppen az ősi magyar dallamok után kutató Bartókot vádolták magyar talansággal, amiért a Kárpátokon túli tájakat is érdeklődési körébe vonta. Időbe telt, amíg a magyar nagyközönség megértette, hogy a magyar népizene gyökerei a politikai határokon túl is megtalálhatók. A modern zenét az idősebb nemzedék nem érti. A muzsikát nem is érteni, érezni kell, mondják az új irányzatok rajongói. A népdalnak viszont elvitathatatlan érdeme, hogy nem csak az érzelmekhez, de az értelemhez is szól. A magyar népdal a magyar lélek tükre. Anyanyelvünkhöz hasonló érték. Benne magunkra ismerhetünk, és mások is felfedezhetnek minket. Őseink évszázadokon át mondákban, népdalokban halmozták fel tehetségük, tudásuk legjavát. A népdalok hozzánk szólnak, évszázadokat hidalnak át. Kodály állítja, hogy a székely, a csángó folklór sajátos értékeket hordoz. A népdalok többnyire az élet árnyékos oldalát tükrözik. Elsírják a nép szenvedését, bánatát, de végkicsengésük mégiscsak reményből fakadó megnyugvás. A népdal olyan, mint a tenger sósvize, amely páraformájában felszáll az égbe, elveszíti keserű ízét, és áldásként hull vissza a földre. A népdal évszázadokon át csiszolódott. Az élet lüktet benne a maga sokszínűségében. Történelmünk megpróbáltatások sorozata. Azóta sokszor csak a remény volt éltető erő. Őseink népdal öröksége bizonyítja, aki dalol, nem esik kétségbe.